Jövő hét pénteken elstartol a Vidor. Színház, filmek, kiállítás és természetesen számtalan koncert is várja majd a közönséget augusztus 23-ától augusztus 31-éig. Hagyományosan ebben az időpontban szervezik a Sunshine szülinapot is. Most a két program egy helyszínen lesz augusztus 31-én. A Sunshine szülinap már 5 éve városi nagy rendezvény lett, külön támogatást élvezve. Hát a Vidor Fesztivál meg saját rendezvényünk. Úgyhogy a mindkét fesztiválnak a 18 éves szülinapjára most együtt lesz itt a Kossuth téren. Azt gondolom ez azért jó, mert a programok, a zenés programok összeállítása is talán így egyszerűbb, nem hasonló zenék lesznek. Másrészt pedig azok a nyíregyháziak, a közönség, akik mindkettőre el akartak menni, azok most nem kerülnek ilyen dilemma elé, hogy hova menjenek. A rádió a születésnapján több ezres tömeget szólított meg az elmúlt években. Volt, amikor 12 ezerre becsülték a közönséget. A Vidor utolsó napján, augusztus 31-én vasárnap, ahogy véget érnek a nagyszínpadi koncertek, akkor kezdődik a Sunshine születésnap a Kossuth téren a kis színpadon. Előtte a parkfürdőben az előző éveknek megfelelően már hagyományosan megválasztjuk majd a nyár Miss Summer Sunshine szépségét, és őket majd itt a színpadon este be is mutatjuk, majd ezt követően a Hősök élő koncert először Nyíregyházán, a Hősök élő koncerte, illetve Rico and Miss Mood, a Lifestyle, egy nyíregyházi zenekarról van szó, illetve lesz majd Sunshine DJ-k bemutatkozója is, és persze ők pörgetik fel a közönséget egészen ilyen hajnal egyik. A rádió és a színház között a korábbi években is voltak már egyeztetések a közös szervezés érdekében. Szerencsére most idén sikerült egy olyan megoldást találni, ami szerint 31-én a zárónapon este 10 órától egy Sunshine szülinapi buli lesz a fesztivál keretein belül megtartva. Tulajdonképpen ez az egy program, ami kimondottan a Sunshine rádiónak a sajátja. Az összes többi napon ettől függetlenül Sunshine színpadnak fogjuk a korábbi kis színpadot nevezni. A sajtótájékoztatón elhangzott, amennyiben jól sikerül a közös program, úgy a következő években is közösen szervezik majd a Vidor Fesztivált és a Sunshine szülinapot.